Az amerikaiak azt követelték Magyarországtól, hogy adjuk át annak a 900 ezer embernek az adatait, akik kettős állampolgárok, tehát magyar származásúak, magyar felmenőik vannak, többségük környező országban él, és azt követelték az amerikaiak, hogy ezeket az adatokat adjuk át az Egyesült Államoknak. Magyarország minden magyar ember személyes adatát a legnagyobb biztonságban őrzi, és ezen nem kíván változtatni. A határon túli magyarok számára is fontos, hogy minden garanciát betartsunk, minden jogi, közjogi, személyiségjogi, adatvédelmi garanciát betartsunk, éppen ezért az ő adataik semmiképpen nem kerülhetnek ki Magyarországról. Az USA tehát korlátozza a magyarok vízummentességét, az okokról és további külügyi, külpolitikai kérdésekről beszélgetünk Radán Papinnal, a Magyar Külügyi Intézet elnökével. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt a stúdióban. Jó estét kívánok. Mi indokolja az USA részéről ezt a lépést a vízummentességet illetően? Ugye azt írta a Facebook oldalán az USA Amerika vagy Budapesti Nagykövetsége, hogy sokáig próbáltak erre megoldást találni, de most nincsen más út, nincs más megoldás ezen a téren. Miért? Az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy eltökélt abban, hogy Magyarországra nyomást helyezzen politikai okokból. Én Texasból jöttem, és a Texas déli határ az gyakorlatilag nyitott, és olyan könnyen át lehet sétálni, sokkal könnyebb átsétálni az Egyesült Államok déli határán, mint hogy ezt átkérni minden egyes alkalommal, amikor utazni akarunk. Úgyhogy az okok, amiket bemutattak, azok nagyon gyanúsnak tűnnek. Úgy tűnik, hogy politikai nyomásgyakorlás egy módját láthatjuk nemzetközi kapcsolatok területén, de fontos akkor is, hogy jó legyen a kapcsolat a magyarok és az amerikaiak között. Nagyon sok magyar él az USA-ban, és fontos, hogy meglátogathassák a magyarok az ott élő rokonaikat, és utazhassanak oda-vissza. Ez egy kegyetlen lépésnek tűnik, ami sok embert érint majd. Ugye a Washington biztonsági agályokkal magyarázta ezt a lépést, illetve azt is mondta, hogy a magyar kormány nem orvosolta a felmerült agályokat. Ugye itt a biztonsági kérdésekre hivatkoznak, de ön is említette, közben az illegális migráció hatalmas problémát jelent Amerikában. Érez ön némi ellentmondást ebben a kérdésben? Pontosan erről van szó, az illegális migráció nagyon nagy probléma az Egyesült Államokban. A magyarok viszont évek óta utaznak az Egyesült Államokba bármiféle probléma nélkül, nem okoztak semmi gondot. A statisztikák szerint 2010 és 2018 között mindössze egy maroknyi illegális belépő volt Magyarországról az Egyesült Államokba magyarok részéről, akik esetleg túltartózkodtak, tehát nem volt semmiféle biztonsági kockázat az Egyesült Államok számára. És Magyarország is persze szigorította a feltételeket az állampolgárság megszerzéséhez 2020-ban, úgyhogy, ahogy elmondta a miniszter is, nagyon fontos a magyarok adatainak megvédése, és úgy tűnik, hogy ez az elsődleges kérdés. Politikai megfigyelőként számomra itt az időzítés a kérdéses. Miért döntöttek úgy, hogy most lépik ezt meg? Úgy tűnik, hogy más lépésekkel együtt, mint például a kettős adóztatást elkerülő egyezmény felmondása, úgy tűnik, hogy ezek politikai agenda részei. És hogyha ez csak politikai kérdés, akkor diplomáciai úton van lehetőség orvosolni ezeket a problémákat? Tehát mondjuk bármilyen nagyköveti szinten, vagy bármilyen diplomáciai úton ki lehet javítani, vagy lehet orvosolni ezeket a fönnálló agályokat, vagy problémákat? Nos, a diplomácia az mind a két fél együttműködését igényli, mind a két fél akaratát, tehát ha az Egyesült Államok szeretne diplomáciai megoldást, akkor biztos, hogy lehetne ennek módja megállapodásra jutni, de összességében a geopolitikai helyzet olyan, amelyben Magyarország valóban a béke útját képviseli, illetve a tűzszünetet Ukrajnában, és Magyarország nagyon erősen koncentrál a nemzeti identitásra és szuverenitására az elmúlt években, és ez azt jelenti, hogy más a perspektíva az Egyesült Államokhoz képest különböző kérdésekben. Úgy gondolom, hogy vannak persze olyan valós kérdések is, amelyeket meg kell tárgyalni, de úgy tűnik, hogy összességében a mostani éghajlat e tekintetben olyan, hogy az Egyesült Államok növeli a nyomást Magyarországon, és hát más dolgok is történtek és történnek, amelyek ezt támasztják alá. Igen, ezt említette is Orbán Viktor korábban, hogy lesz
lesz nyomásgyakorlás és várhatóak ilyen támadások, de azért az is látszik, hogy az ukrajnai háború rendkívüli módon erodálja, teszi tönkre mondjuk az USA-val fennálló diplomáciai kapcsolatokat, miközben a gazdasági kapcsolatok rendben vannak, de az látszik, hogy az amerikai külügyminisztérium nagyon erős nyomást helyez a magyar kormányra. Mi lehet ennek a vége ön szerint? Milyen eszköz van a magyar kormány kezében? Nos, a legfőbb eszköz, amellyel Magyarország rendelkezik, az az, hogy minél jobban elmagyarázza a saját álláspontját és pozícióját, és bemutatván, hogy a magyar politikát valóban a magyar érdekek vezérlik, hiszen a nemzetközi médiában Magyarországot néha úgy mutatják be, hogy túl közel áll Putyinhoz, vagy hasonló képeket mutatnak, és mindenki, aki ezt ismeri, aki ismeri a helyzetet, tudja, hogy nem ez a helyzet. Tudja, hogy Magyarország a saját útját képviseli már régóta, és nem akar belesodródni egy olyan konfliktusba, amelyhez neki nincsen köze. Megnézvén a harctéri helyzetet, Orbán Viktor miniszterelnök többször elmondta, hogy világos, hogy nincsen katonai megoldása, közvetlen katonai megoldása ennek. És hát, ahogy én látom, a Magyarország olyan 6 hónappal más megfigyelők és elemzők előtt jár, hiszen amit most mond Magyarország, az 6 hónap múlva gyakran elfogadott valósággá válik. Tehát Magyarország a kicsit a hullám előtt jár, úgyhogy ragaszkodnunk kell az álláspontunkhoz, és a turbulencia időnként előfordulhat, de hosszú távon és középtávon is ez a helyes üzenet. Igen, de az orosz-ukrán háborúban úgy tűnik csak Magyarország az, aki egyértelműen kiáll a béke mellett, miközben az USA a legnagyobb fegyver ellátója és a legnagyobb fegyverszállítója Ukrajnának, és folyamatosan biztosítja arról Ukrajnát, hogy támogatni fogja az oroszok elleni harcot. Azért az látszik, hogy a háborúnak belátható időn belül nem lesz vége, Magyarország pedig komoly károkat szenved el emiatt. Ez bárkit érdekel ön szerint a világpolitikában, hiszen Magyarország hatalmas figyelmet kap a nemzetközi sajtóban, annak ellenére, hogy egy kis országnak számít. Igen, úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak az Egyesült Államokban, akik szkeptikusak az agresszív, harci vagy háborús erőfeszítések tekintetében. Amerikában is nagy a megosztottság ezt illetően. Lehet, hogy furcsán hangzik, de az ukrajnai háború nem az elsődleges politikai kérdés most az Egyesült Államokban. Az amerikai kormány finanszírozta ezt a háborút, katonai segítséget küldött, pénzügyi segítséget küldött, különböző segélycsomagokon keresztül, amelyek nem a legfőbb politikai kérdés ma az USA-ban. Tehát ez nem volt egy nagy politikai vita tárgya. Most, hogy egyre közeledünk a választásokhoz az USA-ban, egyre több politikai egyetnemértés lesz majd, különösképpen ugye a demokraták képesek voltak eddig azt tenni, amit akartak, néhány republikánus támogatásával, de a mindennapi köznép, az mindennapi emberek nem akarnak ebbe belesodródni. Nincsenek amerikai katonák, ott a területen nem halnak meg, ezért az emberek nem igazán vesznek erről tudomást, nem akarnak tudomást venni erről. Úgy gondolom, hogy a kérdés egyre prominensebbé válik az USA-ban, és ahogy közeledünk a választásokhoz Amerikában, úgy gondolom, hogy majd egy picit visszalépnek attól, hogy egyre több olajat öntenek a tűzre, de ezt nehéz megmondani, szerintem nincs más alternatíva, mint a békét hirdetni. Igen, és közben azért az is látszik, hogy az USA viszont Tajvánra, ugye ez is friss hír, hogy Tajvánra elképesztő értékben, több százmillió dollár értékben szállít fegyvereket, és látszik az, erről is beszélt Orbán Viktor tusványosan, hogy Kína és Amerika viszonya egyre inkább kiéleződik, és hogyha ha rosszul politizálunk, és a diplomácia sem teszi a dolgát, akkor elkerülhetetlen egy összecsapás. Ön hogy látja, sor kerülhet arra, hogy az USA megütközik, vagy csatába megy Kína ellen? Egyre nagyobb a kockázata annak, hogy valamilyen összeütközés lesz Kínával. Nagyon sok amerikai beszél erről, nagyon sok politikus is, méghozzá mind demokrata, mind pedig republikánus oldalon. Az a helyzet, hogy az Egyesült Államoknak már nincsen meg az a képessége, hogy nagyméretű háborút vívjon Ázsiában is, és Európában is egyszerre. Úgyhogy mindenképpen szükséges lesz az, hogy válasszon, döntse el, hogy mit akar csinálni. Remélhetőleg a béke
útját fogja választani mindkét helyen, hiszen az Egyesült Államok igenis abban a helyzetben van, hogy ösztönözheti a tárgyalásokat Ukrajnában, és abban a helyzetben is van, hogy békét hirdessen Ázsiában. A valós kérdés az, hogy ugye Amerika nagyon sok gyártókapacitását elveszítette, és nagyon sok ilyen gyártás Kínába ment, és ez az, ami a színfalak mögötti kérdés, és ez az, ami a Kínával való kapcsolatot meghatározza. Kína az most már szuperhatalom, nagyhatalom, mint ahogy a miniszterelnök elmondta tusványosan. Amerikai nem ehhez szokott, ahhoz szokott, hogy ő egyedül van. Gladden Papen, köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy itt volt a stúdióban.